Közeledik az év vége, ez az az időszak, amikor mindenki inkább egy kicsit már kezd ünnepélyes hangulatba kerülni, még akkor is, hogyha nagy, éves, szeretetteljes, megajándékozós ünnep nincs is itt, csak inkább készülődnek rá az emberek. Ezt érezni mindenfelé a világban, látni és hallani is, és persze érinti ez az hozzám hasonlókat is, akik videókat készítenek. Az én életem is egy kicsit visszafogottabb és más ritmusba került. A csatorna élete is más ritmusba került. Nem csak azért, mert én most ritkábban készítek videókat, hanem azért, mert ti is ritkábban nézitek meg, és kevesebb a látogatottság. Ez így természetes, ez így rendben is van. Azért lesz még videó az idén. Jövőre pedig egy csomó minden új téma van, meg még új felállás is, majd meglátjátok, ami talán még izgalmasabb lesz, hogyha összejön. Na, most minden esetre még egy-két témát előveszek. Riki, ne szakíts félbe, légy szíves. Hát nem nyitom azt ki neked, oda most te nem mehetsz be. Gyere ide, ha gondolod. Elnézést. Szóval, az a helyzet, hogy van itt egy mellékes téma, ami azért elő-elő jön olykor-olykor. Az ilyen lehengerlően jól hangzónak tűnő, de borzasztó, egyszerűen cáfolható mondások, mint hogy ateisták nincsenek lövészárkokban. Ugye fordítva szokták mondani, hogy lövészárkokban nincsenek ateisták. És hát a másik ugye, hogy zuhanó repülőn sincs ateista, meg ilyen hasonló kétségbejtő körülmények között. Na, tőlem magán a csatornán is megkérdezte valaki egyébként egy kommentben, hogy és akkor te a zuhanó repülőn is ateista lennél? Tényleg ennyire bután hangzik egyébként ez a kérdés már önmagában. Riki, légy szíves, ne szedd szét bosszúból a házat! Bocsánat. Na. Rajta is kitört a karácsonyi hangulat, mindenféle dobozokat próbál szétboncolni és szétszedni. Most bejutott majd, de kérdés az, hogy fog kijutni. Macska a dobozban. Ateista meg a lövészárokban. Ha ezt a lányok meglátják. Na. Riki cica rendet csinál a játékok között. Na, szóval rátérve akkor a tárgyra ismét. Tőlem is megkérdezték hozzászólásban ezt a marhaságot, és azért figurázom ki ennyire. Most mászott ki végre. Miau. Meg a pak. Gyere ide. Miau. Jó van, kirendetlenkedted magad? Na, most már hagyd mondjam végig a lényeget, rendben? Szóval, tőlem is megkérdezték ezt, és tehát azért figurázom ki ennyire élesen, mert hogyha az ember egy kicsit belegondol logikusan, akkor ez egy borzalmasan rossz és buta kérdés. Tehát a következő a helyzet ugyanis. Most képzeljük el ezt a zuhanó repülő szituációt. Ugye a zuhanó repülőn ülünk, tudjuk, hogy zuhan, rázkódik, kezdünk pánikba esni. A legvalószínűbb forgatókönyv az, hogy az ember meg fog halni, mikor a repülő leír. Ugye a repülés alapvető törvényszerűség, hogy mindig föld közelben történnek a bajok. Ugye ez a zuhanás is ettől olyan érdekes és kétségbejtő. Na most, józan ésszel pontosan tudom azt, hogy ez az egész istenhit dolog, még hogyha eltekintek attól is, hogy 5000 féle istenből válogathatnék, és nem is tudnám, melyiket válasszam ki kétségbeesésemben. De teljesen mindegy, mert bármelyiket választanám ki, ez a Istenbe vetett hit dolog semmit nem változtat azon a tényen, hogy a repülő zuhan, meg azon se, hogy az ember meg fog halni. Tehát ilyen baromságok meg aztán végképp nem jutnának szerintem az eszembe, hogy most esetleg mégis létezik a Jézuska, és akkor most gyorsan gyónni kéne, hogy valami misztikus, transzcendens kapcsolattal majd én itt feloldozást nyerjek valami nem létező bűn alól. Nem, tehát az egész agyvaság az annyira az agyvaság, hogy ebben a helyzetben teljesen egyetem, hogy semmilyen megoldás nem kínál. Ahhoz, hogy ez jusson az embernek az eszébe és ezzel kezdjen foglalkozni, ahhoz el kell veszítenie a józan eszét. Tehát annyira kétségbe kell esnie a stressz hatására, olyan
nagyon meg kell törnie a gondolkodásának, a személyiségének a nyomás alatt, hogy ilyen lidérces álmokkal kezd el foglalkozni a valóság helyett, ami körülötte történik, ami nyilván nehezen megemészhető, hogy rászkodik a repülő, az ember elveszti a kontrollt, az ellenőrzést, semmilyen ráhatása nincs többé az eseményekre, nem tudja befolyásolni a saját életét, csak egy elszenvedője, egy áldozata az eseményeknek. Tehát ez az érzés alatt való összeroskadás az, amire ez a kérdés irányul. Ez pedig azt jelenti, hogy a kérdés valójában az, hogy a zuhanó repülőn összeomlanék-e, elveszíteném-e a józan eszemet. Tehát ha valaki azt kérdezi tőlem, hogy a zuhanó repülőn is ateista lennék-e, akkor ez a kérdés valójában azt jelenti, hogy elveszíteném-e a józan eszemet a zuhanó repülőn, és valami vallásos, misztikus baromsággal kezdenék foglalkozni, vagy józan maradnék, normális és gondolkodóképes. Ugye nyilván nem tudom a választ, hiszen itt ülök, hozzátok beszélek, és nem a zuhanó repülőn vagyok, és nem is voltam zuhanó repülőn, ha ez esetleg valaki számára még kérdéses lenne. De lássátok az abszurditását a kérdésnek, hogy nincs értelme rá válaszolni, mert valójában arról szól, hogy józan észre az ember meddig bírja, és mikortól nem bírja. Na és pont ezért jön be az, ami miatt meg abszolút gyerekes a kérdést feltenni egy vallásos ember szemszögéből egy ateistának, nevezetesen, hogy még ha én el is veszíteném a józan eszemet, és tényleg valami vallásos elborultság lenne eluralkodna rajtam ez a eufórikus állapot, hogy majd most a lelkem viszont túléli ezt a szörnyű katasztrófát, ez semmit nem változtat a vallás létjogosultságán, illetve nem jogosultságán. Semmit. Ettől a józan, normális, kiegyensúlyozott körülmények között élő emberek számára a vallás ugyanaz a képtelen baromság marad. Ez a szituáció az zuhanórepülővel semmit nem magyaráz meg a vallás őrületéből és károkozásaiból, és semmiféle indoklást nem ad a vallás létjogosultságának, hatalmának és az emberek belévetett hitének. Semmit! Pontosan ez a kétségbeesett szituációban való előhozakodása mutatja azt a vallásnak, hogy egy elmebaj. Semmi más. Na és akkor ide kapcsolódik. Nem, most videózok. Meow! Most nem veled foglalkozom, most videózok, sajnálom, igen, gyere ide akkor, cica, gyere. Na, gyere, Bubó kacica, ide. Gyere, Riki, Miki, Kiki, gyere. Szörnyűséges nagy vadállat vagy, az vagy. És minden figyelmet neked kell szentelni. Szóval, szóval a másik kérdés is ide vonatkozik, ez a ateisták a lövészárkokban való dolog, hogy az ottani stressz is, és nyomás, és mit tűz, akkor ott. Pánikban vagyunk, süvítenek a lövedékek, füst van, büdös van, hullanak a barátaink, vér, sebesülés, kiáltozás. Hát ez, hát itt Isten, vasszup! Hát erről nekem mindig az jut eszembe, hogy igen, bazdmeg, az ilyen szörnyűségek azok, amikről ezek az istenek szólnak. Csak olvassátok bármelyiket, de ugye leginkább a Bibliát, mert ugye az a leggyakoribb téveszme földrajzilag mifelénk. Hát az ilyen szörnyűségek azok tényleg isteni eredeti dolgok lehetnek. Pontosan az ilyen zagyva téveszmék, mint az Isten, azok okozzák ezt. De visszatérve a kérdésre, tehát ez egy nettó szintiszta hazugság, hogy ateisták nincsenek lövészárkokban, vagy lövészárkokban nincsen ateista, vagy akárhogy megfogalmazva, ugyanaz a hülyeség. Annyira vannak, hogy tele van a tökük azzal, hogy ezt a baromságot mondogatják, és ezért létrehoztak egy szervezetet, amit úgy hívnak, hogy Military Association of Atheists and Freethinkers. Ez egy kifejezetten a hadsereghez kapcsolódó ilyen intézmény, természetesen Amerikából ered ugye a dolog. És itt a videó leírásában találtok egy linket, amely linket megnézegetve az oldalt látni fogjátok, hogy az ateisták lövészárkokban, illetve pilótafülkékben, valamint hajókon, kategóriákban. Itt rendezve vannak nagyon sokan ateista katonák, hol egyenruhában, hol civilképpel, nagyon sokan fényképpel, névvel, mindenféle egyéb paraméterekkel, élettörténettel, gondolatokkal, amit csak akartok,
iszonyatosan, hosszan, felsorolva, gyönyörűen. Lehet egész nyugodtan elmélyedni különlegesebbnél különlegesebb történetekben, meg mi az másokban. Tele van az oldal érdekes apróságokkal, nyilván angol nyelvtudás itt most szükséges, de tehát, ahogy a kétségbe esett vallásos ember is egy baromság a repülőn, ugyanúgy egy hatalmas nagy baromság ez a lövészárkos mondás is. Akármilyen ilyen hülye szólás, közmondást hallotok egy vallásos embertől, vagy bárhonnan, ateizmussal, meg a hülye istenekkel kapcsolatosan, mindig tessék kritikusan gondolkodva hozzáállni a dologhoz, és csak keresni kell a jó példákat, mindenre megvan a válasz. Igaz, cica? Mindenre megvan a válasz, rád is megvan ám a válasz. Hát meg az a válasz, hogy téged nyúzni kell, egyfolytában nyúzni kell, hogy te vagy a főmacska. Főmacskaságos, atya úristenséges szörnyűség vagy, az vagy. Igen. Ha egyszer vallást alapítok, az a macskákról fog szólni. Ez most már egészen biztos. És különösen a szfinx cicákról fog szólni, akik ilyen kis kezesek, intelligensek, és egyben mocsokládák is. Igen, az vagy. Egy mocsokládám.